Szeretettel köszöntök mindenkit, hölgyek, urak! Ma egy nagyon egyszerű, gyors, és mondhatnám, hogy egy kicsit a magyaros jellege is lesz az ételünknek, ugyanis a magyar kolbászkus keveréket fogok használni. Ugye első lépés volt, hogy ide tettem a hagymát, édes paprikát, és most ezt már is belekeverek, hát egy 3-4 gerezd fokhagymát, és megdíszteljük ezt az egészet. Ide a másik platnyira ráteszek egy kevés vizet, és elkezdem felforralni. Na most a sóval vigyázunk, rendkívüli módon, mert most itt nekem maradt meg, emlékeztek a kacsa, Thanksgivingről, háladás napjáról, még egy kis zsír is van itt, nem érdekes. Tudjátok, ami megmarad, és akkor én leszoktam önteni, a zsírt leszettem, és az alján, ugye az a kocsonyás a húslé, ami hát eléggé sós. Nem lett túl nagyon sózva a kacsa, úgyhogy semmi probléma. A kolbászhúson be van keverve, nagyon enyhén, nagyon-nagyon enyhén. Van benne piros paprika, kömény, fokhagyma, fekete bors, és aztán más semmi. Igen. És disznóhús. Szóval ennyi az egész. Ami lényeges, hogy ez jó meglegyen itt dinszterve. Gyerekek, fel kellett öltözni, odakint. Reggel, ma reggel, amikor megjöttem, volt körülbelül 10 fok pluszban. Tehát az, ami nekünk már hideg, most van 15. Ja, és elfelejtettem, rá kellett tegyem a fűtést a házba. Tehát itt ilyenkor annyi történik, hogy átkapcsolod a légkondicionálót fűtési funkcióra. Hát ami nem azt jelenti, hogy itt neked 30-40 fokos meleget fog csinálni, de viszont nem fagysz meg. Tehát van benne egy ilyen heater, fűtő motorja is ennek a készüléknek, és akkor így ilyen jó langyos levegőt fúj be a házba, és akkor így kibírható. Nem fázunk. De az érdemes fölvenni ilyenkor már papucsot, vagy zoknit, vagy valamit. Félmeztelenül már azért kicsit hűvös lenne. Jó, ahogy elkezdett pirulgatni a hagymám, tovább nem akarom, nem keserítsük, ne legyen keserű, semmi, fokhagyma is. Már is rátehetem a, hát nem tudom ez mennyi súlyba, nem mértem, hát egy ennyi kolbászhúst, és hát ezt ugye megpróbáljuk úgy sütni, hogy ugye nem ilyen csomókban legyen, hanem amennyire lehet ez. Egy kicsit, ha ilyen golyók lesznek, az nem érdekes. Kis gombócok magyarul, de nem nagyok. Ugye, körülbelül a pizzákon szokott így összeállni, hogy kicsit a pizzák tetején a darált hús, ilyen kis golyóknak, az úgy jó. Tehát körülbelül ez a szándékom itt is. Ezért aztán ugye a két főzőkanállal, spatulával ugye széjjel nyomkodom. Ha nem, akkor egybeáll. Jó, forra vizem, levesszük, és beleteszek. Hát egy 5 darab német virslit. Levettem jó alacsonyra, és hagyom, egy kicsit főzöm. Nagyon jók az illatok, gyerekek, nagyon jók. Aztán nem állítottam, kicsit visszább veszünk, mert kezd tapadni. Nem akarom elégetni. Hát körülbelül erről beszéltem, látjátok a méretet?
darab, nem teljesen meg szép. Alright, egy kicsit megszínezzük azért, van benne piros paprika, de nem túl sok, mint mondtam, nagyon lágyra kiszereztem, lightosra, és megkeverjük, egy nagyon picit, ó, mellé ment, föltakarítom, igen, és most már ugye rátehetem ezt a zselót, ezt a cidrit, azonnal itt elolvad. Igen, az szétolvad, ráteszem az egy egész paradicsomot. Pár perc, kóstolás jön, és akkor, ha kell, után fűszerezek, sózok, borsozok. Előkóstolás. Mindössze fekete borsot fogok csak rátenni. A só minden elég, pont jó, szerencsére. Nem lett sós, de nem is akarom, hogy több só menjen. Jó. Na most ezt így, gyerekek, ezt már is tésztákra, bármire, sült krumplira, bármire rá lehet tenni, fogyasztható. Én belekeverek két kis doboz porked beans-t, tehát ez már eleve ilyen disznó húsos, mondjuk hús nem látok benne soha, ilyen megvan főve a bab, Ébi kedvence egyébként, ez a változat, ez is ilyen enyhén paradicsomos, minimális fűszerezés és sózás, és összefőzzük. Kicsit hajazik a csilisbabhoz, de ebben most nem teszünk ilyen itália-olasz fűszerkeverékeket, semmit az égvilágon, tehát bazsalikom, mustár, na, mit beszélsz, oregano, bazsalikom, kakukkfű, szurokfű, mit tudom én, semmit az égvilágon, még majorannát sem. Tehát ezt így szeretném, ha most ilyen magyar jellege megmaradjon. Tehát van be fokhagyma, még a kömény talán tehetnék bele egy kicsit, de nem teszek semmit. Ez így jó lesz. Na most lefedem, körülbelül egy lassú tűzön, ugye a 10-15 percig fogom átfőjön, ha kell, és nem biztos, hogy fog kelleni, nem nagyon akarom ennél hígabbra, nem is fogom, inkább leveszem a hőt, ne égjen oda, és hát mondom, egy 10-15 percig fedő alatt főzöm. A virsliket igyekszem melegen tartani, nem főzöm, de viszont maradjon rajta a tűz, majd takarítás fog jönni. Igen. Kettő darabot fogok készíteni. Hmm.
Igen. Pár percre betesszük őket a hűtőbe. Így jó is. Megpirítjuk. Most elég sok lé lett így a fedő alatt. Tehát kb. 10 perc telt el. És úgy döntöttem, hogy nem rakom vissza rá a fedőt, hanem sőt, még erősítek is egy kicsit, hogy tudjon kicsit párologni, besűrűsödött jól, de ez a lé ez túl sok. Habarni ilyesmit nem akarok, semmit csinálni. Úgyhogy még egy olyan 5-10 percig így hagyom menni. Jó, ez is csodálatosan megpirult. Hagyom. Hagyom, csak innen akarom levenni. Vársz, nagyon forró. Nos, elég sok lé. Nézd oda, ilyen ügyesen lement róla, elpárolgott, úgyhogy ennyi meg már kell. Szóval így marad. Többet természetesen reggel tud a fiam is vinni. Magával majd, mikor leadja a szofit, a hús puha, minden, lezárjuk, és megvárom, míg a Évi megérkezik. Jó, az ott marad. 5 óra 5 perc, tehát perceken belül itt van, ha minden igaz. Na, megjöttek. Lézi. Szofi is. Jaj. Micsoda boldogság. Nem bírod megtartani, kiugrik a kezedből. Jaj. Annyira örül. Jaj. Szóval Évi be van öltözve. És még így is fáztatok reggel, mi? Most is fáztam, hogy jöttem. Két réteg. És még a pulóver volt. Ja. Melegkabát. És holnap... Na, gyorsan akkor holnap még zárunk. Hidegebb lesz. Még hidegebb? Hát ma most annyi fok van, amennyi reggel volt. Nem ment semmit fel. Na. Gyorsan, nagyon egyszerűen oldjuk meg, gyerekek, nézd, milyen érdekes mozdulatok. Nem tudod ezt? Nem kell mind, mert elég sok. Most nagyon egyszerű. Elég az, hogy csilis bab, ezt nem adhatom neki azt a nevet, csilis hot dog. A csili szóval van itt a probléma, ugye, mert a csili az egy spanyol szó, chilito, és akkor abból és az egy paprika, ugye egy erős, tehát, de ez nem erős, ugye? De valószínűleg mégis az lesz a neve, mert milyen nevet adjak neki? Darált húsos hot dog, babos hot dog, mindegy, majd valamit kieszelünk, igaz gyerekek? Rendkívül jó az illat. Szerintem ez nagyon laktató. Szaftot. Még. És úgy néz ki, hogy bejön a fiam is. Úgyhogy ezt a többit el is viheti. Még teszek egy kicsit szaftot. Jó. Befejezésű. Hát ez nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű étel. Alright. Ennel előállt a vacsora. Ilyenkor még ugye be lehetne tenni a sütőbe, hogy az ráolvadjon, de nem fogjuk rátenni, igaz? Ráolvasszuk? Vagy hogy akarod? Hát nem muszáj. Hát betehetem egy két percre. Na, ez itt a Sophie menüje. Egy virsli. Flatbread, ugye főtekerve, uborka, ketchup és hát két szelet kenyér. Aztán mennyit leszik meg a fene, tudja?
Nagyon tetszett neki Indiana. Jó, kifagyott a seggük. Igaz? You want more? Uborka? Mustár nem kell neki? Ha? Ketchup. Csak ketchup? Yeah. Did you wash your hands? Let's go wash your hands. Már mindegy, már megfogta. Figyelj rá. Hey! De mit keresel itt? Get down! Yeah. Koko, az rá felfedezte, hogy oda föl tud menni. Be kell tolni akkor, de így is kidugja majd a fejét. Persze. Na, csinálj egy ízlelést, és lezárom a videót. Na, nem hoztam magunknak innivaló. Jó, rövid videó. Onnan kell neki adni a kajára, azért. Ja, itt van neki, gyere, Koksi. Te a tiédé. Egy percen belül megeszi. Yeah. Most töröm a fejem, milyen nevet adjak ennek. Ennek. Csilibabos hot dog. Na milyen? Jó. Nincs benne semmi oregano, semmi az égvilágon ilyen izé, hanem magyar. Rendben, magyar kolbász. Én nem is hiányolom belőle. Ugye? Kicsit olyan lecsós jelleg, egy picit. Uh-huh. Nem is hiányolod. Na jó. A gyerekek, ennyi. Want some ketchup? Yeah. I'll put it where I want to put it. Okay, you do it. Ezért levehetted volna róla, nincs hideg már itt bent. Na, rövid új van rajta. Mi? Rövid új van rajta. Kérem, a tisztelettel, Évinek ízlik, akkor jó? Minden rendben, ha? Eat as much as you can. Elkészítő saját magának, ahogy akarja. Ennyi. Jó napot kívánok. Ha Ferit megeszi, már jó. Gyerekek, köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Nézd ide. Ugye nem volt megállítva a kamera? A Koko egy idő alatt benyomta az övét. És már jön ide vissza. Holnap találkozunk, szabadnapos vagyok. Két nap jön, áll a jó Istennek. Ma még megyek. Aztán majd újabb videók, a hal videók lesznek, halas ételek. Sziasztok, jó egészséget addig is. Bye bye.